Beregszászban gyűltek össze a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagjai, hogy megtartsák soron következő tisztújító közgyűlésüket. A napi rendek elfogadása után a két legfiatalabb könyvtáros beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők, ugyanis ők is részt vettek a Könyvtár, ami összeköt nevű pályázaton, melynek keretében egy hónapot töltöttek el a Magyar Országgyűlési Könyvtárban. Majd következett Varga Éva elnöki beszámolója, melyből többek közt megtudhattuk, hogy az említett pályázatot az elmúlt 5 évben 4 kárpátaljai könyvtáros is elnyerte. Minden évben pályáznak azért, hogy fejleszteni tudják a kárpátaljai magyar bibliotékákat, továbbá rendszeresen vesznek részt külföldi konferenciákon is. Ismét Varga Évának szavazott bizalmat az idén 30 éves Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete egyike a magyar szakmai szervezeteknek Kárpátalján, és büszke vagyok arra, hogy bár kevesen vagyunk mi könyvtárosok, az egyik legaktívabb magyar szakmai szervezetként tartanak minket számon. Teszünk is ezért, sokféle programot, kezdeményezést dolgozunk ki, veszünk benne részt, hogy halljanak rólunk, tudjanak rólunk, mert így tudjuk népszerűsíteni a könyvtárakat. Ennek eredményeként megújul könyvállományunk, több olvasónk lesz, több nagyobb lesz a látogatottság. A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete évente tart közgyűlést, és 5 évente tisztújító közgyűlést, amire ma kerül sor. Az legutóbb 2019. februárjában volt a legutóbbi tisztújító közgyűlésünk, akkor szavaztak nekem bizalmat, most idén újra, aztán igyekszem az elkövetkezendő ciklusban is megszolgálni a tagság bizalmát. Stábunk az újonnan megválasztott elnököt a Kárpátaljai Könyvtárak jelenlegi helyzetéről is kérdezte. A decentralizáció után nagyon nehéz helyzetbe kerültek a könyvtárak is, ugyanis az adott kistérségtől függenek teljes mértékben, és az adott kistérségben a vezetőknek van kedve, akkor fejlesztik a könyvtárat, ha nem annyira, akkor nem, és nagyon sok kistérségben nem minden településen van könyvtár, van olyan kistérség is, ahol 1-2 könyvtár van 5-6 településre. Könyvtárunk látogatottsága jónak mondható. A beregszászi központi könyvtár igazgatójaként elmondhatom, hogy az a 8-10-12 ember minden nap megfordul bibliotékánkban. Legaktívabb olvasóink a gyerekek és a nyugdíjasok. Igyekszünk mindent megtenni, hogy megtartsuk olvasóinkat. Próbáljuk úgy alakítani a könyvállományt, hogy azokat a könyveket szerezzük be, amire tényleg az olvasóinknak igénye van. Ugyanis vannak olyanok, amit úgy gondolják az elméleti könyvtárosok, hogy mit kellene olvasni az embereknek. Általában nem azt olvassák, és keressük a kapcsolatokat, keresnek minket is, hogy támogatnának minket, és így tudjuk javítani a könyvállományunkat. A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének titkára Gáti Georgina Sárosoroszliban dolgozik. Neki köszönhetően a település bibliotékáját nem csupán még a könyveken felnövő idősebb generáció, hanem az egészen kicsik is szeretettel látogatják. A másfél évtizeddel ezelőtt életre hívott Hangraforgó Együttesnek és a Boróka Néptánc Együttesnek köszönhetően mára a könyvtár Sárosoroszi tehetséggondozó műhelyé avanzsált, ahol 45 gyermekkel foglalkoznak. A könyvtárunk abban unikum, mondhatom azt, Kárpátalja nevezetessége a könyvtárak között, mert 14 éve arra gondoltam, hogy össze kellene gyűjteni a gyerekeket a községben, ahol élek, hogy az énekelt irodalmat népszerűsítsük. Most az énekelt irodalom, az énekelt versek legjobban. Azokat nagyon megszerettem, és nagyon megszerettem gyerekkoromban, és nagyon mély nyomot hagytak bennem. És ez a mély nyom, ezt szerettem volna átadni a gyerekeknek is. Nagyon jó tanáraim voltak, akik rávezettek erre gyerekkoromban. Most ezeket az énekelt verseket 14 évvel ezelőtt, ugye, ahogy kezdtük, ez úgy kezdett kibővülni. És nem csak énekelt verseket énekelünk most már, hanem népi hagyományokkal és a népművészettel is foglalkozunk, mert citerázunk, furuljázni tanulnak a gyerekek. Táncoktatás van már most a könyvtár keretein belül, mondhatom ezt, tehát kibővült. Az elmúlt évek során sikerült kinevelni már azt a generációt, amely szeretettel tér vissza ide látogatóba, de akár még segíteni is.
Megmondom őszintén, úgy imádkoztam az Úristenhez, hogyha 5 gyerek lesz, akit fog ez érdekelni, akkor 5 gyerekkel szeretnék foglalkozni. Ez azóta bebizonyosodott, hogy nem 5 gyerek vágyik ide, és tulajdonképpen teszi élővé a könyvtárt, hanem a kezdeti 25 gyerekből lett mostanra 45 gyerek. Úgyhogy ahhoz képest, hogy milyen kevesen vagyunk, és ahhoz képest, hogy milyen kevés gyerek születik és van a faluba, ahhoz képest mondhatom azt, hogy ez számomra is nagy meglepetés, és ezen keresztül látom az Úristennek az áldását. Tehát akik kinövik ezt a műhelyt, ezek azok a fiatalok, azok úgymond visszajárnak, akik tudnak. Természetesen ez a mostani helyzet, ez nagyban befolyásolja ezt, de akik tudnak visszajönni, azok igyekeznek besegíteni, úgymond is már tulajdonképpen munkatársaim. Ezt nagy örömmel mondhatom, és büszkeséggel is mondhatom, hogy sikerült kinevelni egy olyan generációt, akik már úgymond tovább viszik ezt a szép, hát Kárpátalja számára nagyon fontos, és megmaradásunk számára, magyarságunk számára nagyon fontos feladatot. A Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének munkája nagyon fontos szerepet játszik a magyarság megmaradásában. Erőfeszítéseinek köszönhetően gazdagodnak a könyvtárak, a kínálat bővülése pedig még több embert vonz be a betűk világába. A közgyűlés végén a Kárpátaljai Sárkányellátó Papírsárkány programjának köszönhetően könyvcsomagokat vehetek át a Beregszászi, Szürtei, Kaszonyi, Péterfalvai és Bátyúj kistérség könyvtárosai.